Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Már javában tart a parlament tavaszi ülésszaka. Milyen törvényjavaslatok kerültek a képviselők elé megtárgyalásra? Nagyon sok törvényjavaslat került megtárgyalásra. Talán a legfontosabbakat azt mondanám, amit az Európai Bizottság kért Magyarországtól itt a helyreállítási alapok kifizetése miatt. Ez egy kicsit olyan, mintha mozgó célpontra lőnénk, mert amit még tavaly ősszel kértek törvénymódosítások, azokat elfogadtuk, de mindig újabbak és újabbak jönnek, hiszen Magyarországnak, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz, lekötött egy szerződést. Ami az volt, hogy a piacainkat megnyitjuk az Európai Uniós cégek előtt, tehát így szerezték meg akár az élelmiszeripart, az energetikát, és ők azt vállaltak, hogy ennek cserébe minden évben felzárkóztatási, kohéziós pénzeket fizetnek azoknak az országoknak, akik később csatlakoztak az Európai Unióhoz. Most ezek elé gördítenek akadályt jogállamisági jelentésekben, újabb és újabb törvények módosítását kérik, és hát a tavasz ülésszak jó része erről szólt. Természetesen gazdasági jellegű törvényekről is, hiszen nagyon fontos volt, amikor hirtelen tavaly nyáron megugrottak az energiaárak. És látszott az, hogy Európa erre nincs felkészülve, hiszen a szankciók miatt elszabadult az infláció, megugrottak az energiaárak, ezért a kormány rezsicsökkentést vezetett be, és ezeknek a megalapozó törvényi szabályozását is meg kellett hozni. És hát természetesen már nagyban készítjük elő a jövő évi költségvetést, amit valamikor július 1-én el kell fogadni, tehát már a bizottságok felkészülnek a törvénytervezet elfogadására, megvitatására, tehát folyik a parlamenti munka gőzerővel. Jövő héten lesz egy politikai vitanap, amikor a köztisztviselők, közalkalmazottak jogállásáról fogunk tárgyalni egy politikai vitanap keretében, ahol nekem is a gazdasági bizottság részéről lesz egy felszólalásom. Képviselő úr, nemrégiben Montenegróban járt. Mi volt a látogatás célja? Ez egy nagyon érdekes történet, hiszen még a Covid járvány előtt a montenegrói nagykövet meghívta itt a térségünkből, a nagykunságból vállalkozókat, hogy a Magyar Napok keretében mutassák be a térségünket. Így került ki a karcagi birkapörkölt Montenegróba. Karcagi birkafőzők, a Csordás család főzte a birka és a marha pörköltet, és a Nagykunhús kuhegyesi húsüzeme és cége mutatott be termékbemutatót. Olyan jól sikerült, hogy következő évben is meghívták ezt a csapatot. Csak akkor jött a Covid járvány, és akkor 3 év kihagyás után újból meghívták a karcagi és a kunhegyesi csapatot, és én kísértem őket erre a Magyar Napokra, ami nagyon jól sikerült, hiszen az ottani diplomáciai testület tagjai, nagykövetek, több ország nagykövete, diplomáciai testülete, a montenegrói kormány részéről nagyon sokan jöttek el, és nagyon jól érezték magukat. És hát én bizonyítani tudom, hiszen én a nagykövetekkel együtt fogyasztottam a karcagi birkapörköltet, és mindenkinek nagyon ízlett, és nagyon nagy sikere volt. Én azt gondolom, hogy jövőre is meghívják ezt a társaságot, hiszen már a nagykövet jelezte, hogy számít rájuk, és akkor nem Hercegnoviban, hanem a fővárosba, Podgoricába kerül megrendezésre ez a nagyon jó sikerült Magyar Napok. Hamarosan kezdetét veszi a Tisza-tónál ugye a nyári szezon. Az odalátogatók milyen tiszatavi attrakciókra, turisztikai attrakciókra számíthatnak? Nagyon érdekes, hiszen egy jubileumi évfordulóhoz érkeztünk el. A Tisza-tó ebben az évben 50 éves. Hiszen a fiatalabbak nem emlékeznek rá, mert a Tisza-tó az mindig Tisza-tó volt az ő emlékezetükben, de az idősebbek emlékszenek rá, hogy ez a kiskörei víztározó volt. Ez egy víztározó, egy mesterséges építmény, és 50 év esztendővel ezelőtt adták át az erőművet, a zsilipeket, és akkor kezdődött a tó feltöltése. Akkor lett ez a tározó először csak tározó,
és utána lett a Tiszató. És hát még egy kerek évforduló csatlakozik ehhez, hiszen a Hortobágyi Nemzeti Park is idén 50 esztendős, és tematikus programok, turisztikai programok, konferenciák jönnek létre itt ebbe az időszakba, és hát a hétvégén is szombat reggel a szokásos 10. alkalommal körbekerékpároztuk a Tiszatavat, minden településen megálltunk, és ez a szokásos nyárindító, szezonindító, ami igazából már nem ez a szezonindító, mert április elején még akkor a hűvös időben kezdtünk egy Tiszafüred abátszalók, abátszalók, Tiszafüred kerékpáros túrát, de nagyon sok attrakció lesz a Tiszatónál. És amikor szombaton voltunk a kerékpáros túrán, akkor látszott az, hogy rengetegen jönnek az ország távolai részéről. Volt olyan csapat, amely Győrből jött ide Tiszafüredre, bérelt kerékpárt, és körbe kerékpározza a Tiszatavat. Én azt gondolom, hogy mi kevésbé használjuk ki, olyan közel van hozzánk a Tiszató, ennek a turisztikai attrakcióit. Én azt gondolom, hogy minél több karcaginek is el kellene látogatni a Abátszalókra, Tiszafüredre, Tiszaszőlősre, Tiszadersre, hiszen csodálatos élményt tud nyújtani ez a turisztikai látványosság, és itt van tőlünk 30 kilométerre. Térjünk át a térség beruházásaira, illetve a városunk fejlesztésére, hogyan haladnak? Hát azt kell mondanom, hogy rakétasebességgel, hiszen olyan beruházások kezdődnek el, vannak folyamatban és fejeződnek be, amelyre az elmúlt évtizedekben mindig vártunk. Hiszen jövő hónap elején kerül átadásra a legnagyobb munkahelyteremtő beruházás Karcagon. Sokan nem is tudják, nem is veszik észre, de az AgroSprint egy 10 milliárd feletti beruházást valósított meg itt Karcagon. Hatalmas, karcagi léptékkel is hatalmas, de országos léptékkel is. Én azt gondolom, az utóbbi néhány év legnagyobb élelmiszeripari beruházása kerül átadásra Karcagon, ami egy csodálatos dolog. Látszik az, hogy a régi rizshántoló malom teljesen megújult, mellette a malomszálló, az üzlet is, és ennek is az átadása valószínűleg, hogy a jövő hónapban kerül átadásra. Elbontásra került a régi malomépület, amely egy színfoltja volt Karcagnak, de nem lehetett hasznosítani, és életveszélyes állapotban volt. Szerintem ősszel hozzá kezd a vállalkozó az új malom megépítésének azon a helyen. Lerakjuk az bölcsőde alapkőletételét a Vasút utcán, tehát nagyon sok olyan beruházás van, amelyik folyamatban van, amelyik elkezdődött. Látszik itt, hogy a sportpályánál grandiózus sportközpont kerül kiépítésre, és az úgynevezett Sámán dobnál, ami igazából nem csak a Sámán dobról szól, hanem ha körbenézzünk, akkor a Rónai Malom, a Pumpapálya, a játszótér, egy olyan szabadidő központ kerül átadásra Karcagon, amely, hogyha összekötjük azokat a létesítményeket, a karcagi strand, ahol valószínűleg őszre elkészül az új medence, tehát a karcagi strand, a Sámán dob, a játszótér, a park, a sportpálya, a lomkorona sétány, a futópálya, a kerékpáros pálya, akkor azt gondolom, hogy olyan vonzerőt jelent Karcag számára, hogy távolabbi vidékről is jönnek a kikapcsolódásra vágyok. Karcag rohamléptekkel halad a fejlődés útján, hiszen a karcagi városi vezetés azt tűzte ki, hogy nem csak, hogy Karcagnak fejlődnie kell, mert aki nem fejleszt, az lemarad, hanem olyan vonzó településnek kell lenni, hogy azok a fiatalok, akik itt nőnek fel, itt rendelkeznek kötődéssel, azok ne költözzenek el Karcagról, és azok a fiatalok, akik már máshol találták meg a munkahelyet, azok is akár szívesen jöjjenek vissza Karcagra élni, dolgozni, tehát ezen dolgozik a város vezetése. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!